Fazakas Péter első beállozó, hiszen eddig csak nézőként volt itt Zsolcán. De a jó E36-ba becsüccsent, és megvan az utánpótlás és a kormány mögött, hála Istennek. Milyen feeling elsőre így a zsolcai szalom, mert egyébként hátsókerekes autóval jót lehet itt szaladni, viszont egy frontossal az időeredmény szempontjából hát elég nehéz fölmenni a kesztyűt. Én időre egyáltalán nem megyek gyere. Hiszen várjál, itt van, hogy erre való egy BMW. Igen. Én csak szórakozásból, meg soha nem volt hátsókerekes autóm, gondoltam, hogy ki kellene próbálni, hogy milyen. Akkor voltam itt egyik haveromat megnézni, akkor azt mondtam, hogy nekem kell. Igen. Aztán nagy gyorsan sikerült ezt megszerezni. És mit tudunk róla? Milyen motor, milyen hajtás, milyen diffi? Őszinte leszek, annyit tudok róla, hogy 320. Van valami értvezérlő benne. Én semmit. Én azt mondtam, hogy most csak beleülök, kipróbálom, aztán, hogyha tetszik, meg úgy gondolom, hogy van értelme, akkor fogok jobban belefolyni. Még most első az utánpótlás, hogy élvezze, persze, hogy, hogy van ilyen autónk. Magával a pályával, illetve a rendezéssel kapcsolatban mi a véleményed, mert ez egy nagy család. Igen, ez nagyon tetszik, hogy itt mindenki mindenkivel barát és jóba van. Én ezért is gondoltam, hogy ide kellene kijönni, mert hogy itt a haverok mondták, hogy nagyon rendben van minden. Csak nem fognak kinevetni, hogyha bóját viszel, köröket. De nem nincs van a pakliban. Játszani kell, és a legfontosabb, hogy az ember érezze jól magát. Így van. Bátya, köszönjük szépen. Én is köszönöm szépen.